Mióta működtök, milyen munkát végeztek? Szeretettel köszöntök mindenki. Természetesen örömmel számolok be a Szeretetpontról. Körülbelül 2 éve működik már, mint Szeretetpont, de szeretett szolgálatként már, amióta csak a gyülekezetünk működik, 10 pár éve, már azóta, mint Szeretetpont működünk. Nagyon sokféle munkát végzünk a Szeretetpontba. Hogyha valakinek fáját kell felvágni, akkor fát vágunk, hogyha idősebb házas párok nem tudják ezt megoldani, vagy szegényebbeknek fát viszünk, hogyha nincsen tüzelőjük, élelmiszercsomagokat készítünk, és sorolhatnám, bútorokat szállítunk, hogyha bútorra van szükségük, és a többi. Rendben, látok itt mögöttetek, vagy mögötted egy nagy csomó dobozt. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mi lesz ennek a doboznak a sorsa? Hát ezeknek a dobozoknak a sorsa, olyan gyerekeket fogunk meglátogatni, akik szegényebbek, nehezebb életet élnek, és szeretnénk nekik karácsonyra örömöt okozni. Köszönöm szépen, az Úr áldja a munkátokat. Köszönjük szépen, Isten áldja meg benneteket. Ha jól tudom, akkor új vagy ezen a területen, hogy miért döntöttél úgy, hogy elvállalod ezt a munkát a Szeretetpontnál? Igen, december 1-én kezdtem, akkor vettem át a Szeretetpontot. Amiért döntöttem a Szeretetpont mellett, az az emberek megsegítése, támogatása, az emberek Istennel való kapcsolódása is fontos a számomra. A házi gondozásban már nem volt olyan rész, amit én tudtam volna fejleszteni. Az összes tapasztalatom, amit ott szereztem, azt áthoztam ide a Szeretetpontba, és lelkesen beleálltam ebbe a nemes feladatba, szolgálatba, célba. Mondd el egy pár szót a komlói Szeretetpontról, mivel foglalkoztok, milyen felajánlások érkeznek, mi az, amivel tudjátok segíteni a rászorulókat? A komlói Szeretetpont elsősorban, vagy a nagy látásnak a megvalósításán dolgozik, a cigány emberek, cigány családok és a rászoruló emberek megsegítése, támogatása, az adományok elsősorban ruha és élelmiszeradományok elsősorban, az igény pedig túl magas. Látok itt mögöttetek, vagy mögötted cipős doboz ajándékokat. Hova fogjátok ezeket eljuttatni? Milyen településekre? Hány gyereknek tudtok ezzel segíteni most karácsonykor? Hálás vagyok, hogy jöttek ezek a csomagok, a felajánlások. Köszönjük szépen! Nagy Harsány és vidéke, és Komló és Kistérség vidéke fogja megkapni a cigány gyerekek elsősorban. Kiviszünk 40 dobozra az iskolába, Nagy Harsányba. Az ott lévő cigány gyerekek kapják meg jövő héten, hétfőn. Köszönöm szépen, az Úr áldja a munkátokat. Köszönöm titeket is, téged is. Nagyon szépen köszönjük a Zákány széki gyülekezetnek ezt a sok ajándékot, amit a szegény családok kaptak, és hiszem, hogy ezek az ajándékok ezek nagyon jó helyre kerültek. Lehet is látni, hogy a gyerekek nagyon örülnek nekik, úgyhogy az Úr áldjon meg benneteket, nagyon szépen köszönjük még egyszer.